Új épületbe költözik a Debreceni járásbíróság 2015-re. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke ezt azon az összbírói értekezleten jelentette be, amelyet ma rendeztek a debreceni törvényszéken és az ítélő táblán. A 3 milliárdos beruházást már idén megkezdik. Külön köszöntöm a tervezőt, aki talán már nem is bízott abban, hogy valaha ebből még lesz valami. Mikor készítették el? 2003-ban. Készítettük a tervek. A Debreceni Járásbíróság épületéről van szó, amely ma így néz ki. A tervek szerint 2015-re viszont egy teljesen új épületben kap helyet a bíróság az ítélőtábla mögötti területen. A beruházás a kormányzati költségvetés terhére 3,6 milliárd forintba kerül majd, az építkezést már idén elkezdik. Ezáltal jöhet létre az igazságügyi negyed Debrecenben, amelyel legfeljebb fővárosok dicsekedhetnek az egész világon, ahol egy negyedben egymáshoz közeli utcákban vagy egymásra nézően lesz az ítélőtábla, az egyik legmagasabb bírói fórum, a járásbíróság és a törvényszék épülete. Az összbírói értekezleten értékelték a tavalyi évet is. A debreceni ítélőtáblán összesen 2700 ügyet fejeztek be december 31-ével. A polgári ügyek 68%-át, míg a büntető ügyek 91%-át sikerült 3 hónapon belül. Mindkét szakban nőtt a befejezett ügyek aránya 2011-hez képest. Számomra megnyugtató az, hogy nem volt olyan jogerős sem befejezett ügy a debreceni ítélőtáblán, amivel kapcsolatosan a kúria esetlegesen eltérő álláspontot foglalt volna el, vagy akár felülvizsgálati eljárásban hatályon kívül helyező döntést hozott volna. A szabálysértési ügyek száma azonban jelentősen nőtt 2012-ben, sok helyen 400%-kal. Összességében több mint 16 ezer szabálysértési ügy érkezett a helyi bíróságokra, ennek majd csak 90%-a a helyszíni bírságok elzárása történő átváltoztatása. Ennek oka az a tavalyi jogszabálymódosítás, amely nagyobb körben ad lehetőséget a helyszíni bírság alkalmazására. Aki ugyanis 30 napig nem fizeti be a bírságot, annak az ügye automatikusan a járásbíróságra kerül.